Oklevél átadó ünnepséget tartottak a Nyíregyházi Egyetemen, ahol márciusban mintegy 242 hallgató vehette át a diplomáját. A modellváltás előtt évente egy diplomaosztó volt, de ma már inkább az a jellemző, hogy legalább két ilyen ünnep van az egyetemeken, mondta el Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora. Azzal, hogy rugalmasabb lett a felsőoktatásnak a szerkezete, a Nyíregyházi Egyetemen két alkalom van a diplomák hallgatók, végzősök számára történő átadására. Ez a jelenlegi alkalom a kisebbik, és majd a nyáron lesz a nagy diplomaosztónk, de a mai alkalommal is 242 hallgatónk veszi át a itt akkumulált tudást tanúsító diplomáját. Pap Bettina 24 éves gazdaság és menedzsment szakos diplomát vehetett át idén. Amit úgy mindenképpen ki szeretnék emelni az elmúlt 4 év során, amit itt megszereztem tanulmányban, és pontosabban 2 év során, az az, hogy itt a Nyíregyházi Egyetemen maga a gyakorlati oktatás a tanárok felől nagyon színvonalasan történt, tehát amit átadtak nekünk tudás, az nagyon hasznosra válik majd később az életünkben, és én úgy gondolom. Csizmadi Attila Beregszászról érkezett a diplomaosztóra, neki is ez az első diplomája. Nagyon sok érdekes embert ismertem meg az itt töltött időszak alatt. Nagyon sokat tanultam a itt lévő tanároktól, és ezt kívánnám majd hasznosítani. Azért jelentkeztem Nyíregyházára, mert tetszett az egyetem felépítése, tetszett az egyetemnek az infrastruktúrája, a küldetés tudata, a generációkkal való foglalkozása. Nagyon szeretném, hogyha lányaim is ide járnának, és ők is öregbítenék az egyetem hírnevét. A rektor azt mondta, bár országosan kedvezőtlenek a demográfiai trendek, és számos vidéki egyetem küszködik azzal, hogy egyre kevesebb hallgató jelentkezik a felsőoktatásba, ez a tendencia most megváltozni látszik Nyíregyházán. Ami egy örömteli változás, hogy a 2023-24-es tanévre az elsőhelyes jelentkezők számával a tavalyi évhez viszonyítva 60% növekedést ért el a Nyíregyházi Egyetem. Ezzel a magyar felsőoktatási térben mi vagyunk a abszolút bajnokok. Mögöttünk messze lemaradva egy másik vidéki egyetem csak 40%-kal tudta növelni a hallgatói beiskolázási aktivitást. Hiba lenne egy okot megnevezni a pozitív változás mögött, fogalmazott a rektor, aki szerint egyszerre több körülmény játszott szerepet abban, hogy kedvezőbben alakult a jelentkezés. Legjelentősebb a idei pozitív adatok vonatkozásában a felvételi rendszernek a módosulása, és az, hogy a modellváltásokkal nagyobb rugalmasságot és felelősséget adott az egyetemnek. Tehát a térségi realitásokra reflektálva másképp tudunk működni, mint egy Nyugat-Magyarország egyetem, és így a térség halmozottan hátrányos helyzetére és az itteni munkaerőpiaci igényekre reagálva tudjuk a beiskolázási aktivitásunkat növelni. Szabó György hozzátette, minden egyes hallgató, aki az egyetemre bekerül, egy családtagjává válik, és a teljes akadémiai életútján támaszkodhat az egyetem oktatóira, valamint a mentorprogram aktivistáira.